Nenad Borović, a szerb haladópárt képviselője elmondta, a 2021-es költségvetés jól tervezett volt, és az eredmények a pénzügyi stabilitást tükrözik. Sikerült megőriznünk a tartományi kormány pénzügyi stabilitását, amit az állami számvevőség is igazolt, mely 4 éve ellenőrzi a költségvetés zárszámadását, melyben nem talált kivetnivalót. Történelmi eredmény, hogy a tavalyi több mint 78 milliárd dináros költségvetést az idén csak nem 85 milliárdra sikerült növelni. A tartományi titkárságok 99%-ban teljesítették a költségvetési terveket. Az adóból származó bevétel végül 10%-kal többet tett ki tavaly, mint azt eredetileg terveztük. A szerb radikális párt nem támogatta a 2021-es évre vonatkozó költségvetés zárszámadásáról szóló jelentést. Gyurágy Jaksic frakcióvezető kifogásolta, hogy VID napján tartják a képviselőházi ülést, miközben az év folyamán 4 hónapos szünetek is voltak. Véleményünk szerint a 2021-es évet el kell felejteni, hiszen a sok éve fennálló problémák nem lettek megoldva. Valótlannak tartjuk azt a tényt, hogy a különböző titkárságok csak nem 100%-osan teljesítették volna a költségvetési terveket. A költségvetéshez képest kevés volt a nagyberuházás, és a költségvetés módosításáról szóló javaslatot sem kaptuk még meg. Nem támogatjuk az 1944-45-ös ártatlan áldozatok újvidéki emlékművének felállítását sem. Pintér Anna Mária, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője pozitívan értékelte a tavalyi évet a támogatások és a beruházások szempontjából, főként a mezőgazdaság és az oktatás területén. A vajdasági önkormányzatok több mint 1 milliárd dinár visszanemtérítendő támogatást kaptak a 2021-es évben. Kitérnék még az óvodák, általános iskolák és középiskolák épületének a tatarozására, karbantartására, amit a tartományi oktatási titkárság biztosított. Legnagyobb 6 befektetés Adán, Óbecsén, Bácskosutfalván, Pacséron, Kupuszinán és Telecskán valósult meg. Napirenden szerepelt még a többi között a menekültügyi alap, a Vajdasági Pedagógiai Intézet, valamint a Tartományi Nemi Egyenjogúsági Intézet tavalyi pénzügyi és munkajelentése is.